6 pontos mérkőzés. Ha valamire, akkor a Kisvárda Diósgyőr találkozóra használható ez a jelző, mivel a győztes nem csak szerez 3 pontot, hanem 3-at el is vesz közvetlen riválisától. Az NB1 tabelláján jelenleg 1 pont választja el egymástól a két csapatot, Dajka László együttese a Puskás Akadémia ellen aratott győzelmének köszönhetően került el a kieső helyről, megelőzve a borsodiakat. A várdaiak még mélyebbre taszíthatják a DVTK-t, amennyiben a szezon során először sikerül legyőzniük riválisukat. Az eddigi két találkozó egyaránt 1-1-es döntetlennel zárult, a hazaiak vezetőedzője viszont bízik abban, hogy a közönség támogatásával ezúttal sikerül begyűjteniük a 3 pontot. Nagyon fontos mérkőzés, mert ha itthon tudjuk tartani a 3 pontot, akkor természetesen egy pici lépés a bentmaradás felé, a céljaink felé, az álmaink felé, tehát ezt így gondolom én. Egy biztos, hogy az ellenfelünk is hasonlóan gondolkodik, mint mi. Nagyon bízom benne, hogy a hazai pálya és a felkészültség, és nem utolsó sorban, ami fantasztikus az utóbbi hónapokban, a várdai vitézek mellettünk vannak, és nagyon bízom benne, hogy itthon tudjuk tartani a 3 pontot. A legutóbbi mérkőzésen a Kisvárda első gólját szerző Gosszonyi András is azt reméli, hogy pont nélkül távozik majd korábbi csapata. Nagy lépés, tehát a bemaradás felé az a csapat, aki ezt a mérkőzés győzelemmel abszolválja, úgyhogy mindenféleképpen a 3 pont megszerzése a célunk. A Kisvárda Diósgyőr mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 28. forduló további párosítása a következő: Budapest Honvéd Debrecen, Mezőkövesd Ferencváros, Paks Puskás Akadémia, Szombathely MTK Budapest és Molvidi FC Újpest.